szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Tarjáni Televízió műsorán. Kezdjük a mai 30 perces kis programunkat. Jön az a helyveri járás. Bemelegítünk. Átmozgatunk mindent jó alaposan. Dobjuk fel egy kicsit ezt a mai napot is. Beszi! Kicsi! Beszi! És kicsi, sétam még. És kifúj, laza hinta, vicce!
Testtermikus edzés, a mai, a másik az pedig egy alsó testtermikus edzés lesz. Jó, indítunk egy laza helybenjárással, jó? Nagyjából az edzés során vagy felső, vagy alsó madárfogással fogunk dolgozni a felső testtermikus részben. Mára pedig egy kis kellemes meglepetést hoztam, ugyanis nem sokat lesz nálunk a bolt, hanem leginkább le fogjuk támasztani és így fogjuk használni, de azért egy picit átlagdottuk magunkat az elején. Jó, az a finta. Vánszélességben fogjuk a botunkat, sosem nyújtjuk ki teljesen a könyökünket. 4, 3, 2, lépsz el és föltok magasra. Aktivizáljuk a hasizmot, a törzs stabilizáló izmait, húzzuk hátra a köldököt a gerincvonal felé. Fú, kifú, kifú. Na még egy, tom, tom, tom. Hét, hat, kettőt lépünk, jobb, jobb, ba, ba. Megtartjuk majd a végét, lép, lép, jobb tér, bal tér, lép, lép, ba, jobb. A botta, stop, stop, jobb, bop. Mutatom. Lép, lép. Jobb, bop.
egyik oldal előtt, jó? Mintha két térfélre osztaná a testünket, jó? Ez a vonal, amelyet ez jelent. Jobba! Támaszkodj meg kényelmesen, azaz. Arra mindig nagyon figyelj, hogy az edzés során, ahova letámasztod a botot, ne helyezd rá a testsúlyod, mivel nem biztos, hogy olyan stabil felületed lesz, mint neked. Lehet, hogy egy parkettán vagy egy kövön dolgozol, ami lehet, hogy esetleg elcsúszik, jó? Ami baleset veszélyes lehet. Úgyhogy mindig figyelj rá, hogy vagy stabil felületen legyen, ahol nem tud elcsúszni, és akkor egy kicsit jobban rá tudsz támasztani, vagy túlzósabb maga a felület, akkor semmiféleképpen ne támaszkodj rá, jó? Még helyben járás közben sem, későbbi gyakorlatok közben sem, csak lazán, csak egy ilyen érinteni, jó? Csak egy biztosítéknak van nekik, jó? Egy támasztat, jó? Jó, erre mindig nagyon figyelj, nehogy előre vagy maga felé kicsúszol, jó? Vagy? Séta, séta, figyelj, jó, ki, há, mi, ö, ha, né, kilép, né, há, kettő, egy, jó, ki, há, mi, kilép, gyere, gyere, jó, ki, há, mi, kilép, három, kettő, egy, hop, hop, né, figyelj, körbe séta, egy, két, három, négy, öt, hat, négy, jó, jó, bal, jó, körbe séta, jó. Egy, két, három, gyere, gyere. Kilép, 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 na mi? Figyelj, emelünk majd a végén. Emelve, jobb, bal, jobb, bal, séta. Hopp, hopp. People always say that my music's loud. Emele. Sorry, but ha úgy érzed, hogy nagyon megszédültél, maradj velem helyben, jó? Nem muszáj körbe faragni, az csak egy kis extra. Emele. Jobb. Hop, 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 hop,
húzom. Gyere még. Bal, jobb, bal, jobb, vagy helyben, jó. Bugod, fele, jobb eme, az, bugod, fele, bal eme, vagyok.
Finoman lépünk át.
jól, jól rész. Jó jogot visszahozzátok szemmel. Na még. Még egy kör, jó? És utána már csak nyújtunk. Gyere, séta. 8, 7, 3, 2 és elő, lassan. Hopp. Fantasztikus vagy, majd felkeltél, szorgalmasan belevágtál. Utolsó körünk van, tarts ki még egy picit, jó? Nagyon-nagyon ügyes vagy, sarok, lábú, sarok, gyere. Tudom, milyen nehéz ez az időszak mindannyiunknak. Vagy valakinek még mennie kell dolgozni, vagy otthonról, ha dolgozol. Szuper vagy, hogyha munka után még velem tartasz erre a kis tornára, jó? Nagyon ügyes vagy. Nem, tudod. Nem kis eredmény, hogy most is beálltad. Jöhet a tempó! Négyet kérek még! 3, 2, jó helyben jár! Séta! 8, 7, 6, 5. Jó, letesszük a botunkat. Jó. És arra kérlek, hogy hozod a szőnyeged, jó? Erre lefekszünk és nyújtunk egyet. Jó? Hozod a szőnyeged. Jó? Kényelmesen elhelyezkedj. Jó? Hagyj egy fekvés. Nyújtod a lábad, nyújtod a karokat. Hosszan nyújtózol. Lélegezz egyenletesen, próbálj meg egy kicsit belépzése, emeled a két kart párhuzamosan, emel a fej, emel a váll, és kilégzéssel lassan, fokozatosan, cigolyára bontjuk fel. Finom a nevű, lehajolunk a nyújtott lábjaink. Megkapaszkodsz a két térdet, de engedd hátra a dörökön. Nyisd szét a lapozzát, és lazán engedd a fejed a két lábadhoz. Mindkét partok, ha marad a talajon, jól nem emelkedik fel a talajról a feneket, nyújtózol hossza, 4, 3. Jó, beszívod a levegőt, mélyen kilégzésre feljössz, és nyújtjuk a bal partot, teljesen úgy, bármint a kilégy. Jó, beszívod, és kilégzés, olyan. I can feel you near. You bring the light.
képzésed jön föl, átrakunk a jobb sarkunkat, fogd meg a jobb okát, jó? És finoman támaszkodj meg bal tenyérrel a talajon, próbálod a jobb lábad úgy hátra húzva, ha hátra húz kihajlítva, hogy a térd és a csípő legalább egy vonalba kerüljön, jó? Tehát ne maradjon itt elől a térde, hanem legalább egy vonalba kerüljön a csípőre. Az a sarkat közelíted a farkon, és amennyire csak meg kényelmesen, kicsit finoman előre hajolunk, jó? Nem kell erőltetni, nem kell feszegetni. A leges legfontosabb, hogy ez most egy statikus nyújtás, ami azt jelenti, hogy kitartjuk ezeket a nyújtó pozíciókat, és nem dinamikus, azaz nem rugózunk rá. Jó, hanem csak megtartjuk. Beszívunk, és kilépésre hátra húzunk a bal sarkunkat, kényelmesen megtámaszkodunk a talajon jobb tenyérrel, de azaz is legalább csípő vonaláig húzunk a sarkokat közelítjük a farkunk felé. Nagyon jó! Milyen jól esik már egy picit leülni a végén, nem? Azért remélem, hogy elfáradtunk egy picit megnyugodtunk ma is ebben a kis gyakorlatsorban. Jó, és a végére egy nagy terpel, jó, ellazítjuk a combokat, arra figyeljünk nagyon, sétálni fogunk előre kilépéssel, és a két hálózatot közelítjük a talaj irányába, jó? Tehát törekedj arra, hogy ne elvágódjon fel a két hálózat a talajról, jó? Egyenes törzsel és háttal fogunk előre menni, hogyha úgy érzed, hogy csak idáig megy, akkor csak idáig, jó? Mélybelépés és kilépés. Tartsd még meg egy kis időt, egy pár másodperc, tartod, akkor jó, ha egy kicsit érzed a feszülést. 8, 7. Jó, mélybelépés, kilégzésre sétálunk föl, beszívom, kifújjál, és még egyszer beszívom. És kifújjál, kedves egészségetekre! Örülök, hogy ma is együtt mozoghattunk, találkozzunk holnap is a Tarján Televízió műsorán. Jó pihenést!